Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy mitől puffadunk, mitől puffad a hasunk, az arcunk, a szemünk, és hogy mit tehetünk ellene. Szeretettel köszöntök mindenkit! A puffadás jelez bizonyos folyamatokat, állapotokat a szervezetünkben, amelyekre, ha időben felfigyelünk, megelőzhetjük a komolyabb problémák kialakulását. A leggyakoribb puffadás a haspuffadás, melynek hátterében 10-ből 10 esetben a gyenge emésztés áll, azaz az ételek nem bomlanak le megfelelően a gyomorban, nem lesznek kellően előkészítve a beleg számára, ahol további gondokat okoznak. Ha nincs elegendő gyomorsavunk, ha kevés az enzim a gyomorban, ha nem elég alacsony a gyomorsavnak a pH értéke, nem tudja a gyomor lebontani az ételeket, így a kelleténél hosszabb ideig tartózkodik az étel a gyomorban. Ehhez az állapothoz a legtöbbször sok bélgáz is társul, mivel az emésztetlen étel erjedni kezd a belegben, és ugye mint minden erjedés, ez is gáztermelődéssel jár. Itt a megoldás a gyomorsav erősítése almaecettel, betainhidrokloriddal, emésztőenzimekkel, kálium és nyomelemeknek a bevitelével. Az almaecet, a betainhidroklorid és a kálium hozzájárulnak a több gyomorsav előállításához, az emésztőenzimekkel, illetve a nyomelemek pótlásával pedig növelhetjük a gyomorban az enzim szintet. Célszerű sok erjesztett zöldséget fogyasztani, ételeket, savanyú káposzta, kovászos uborka, kefir, joghurt, kombucsa, és kerülni a nyers zöldségeket, inkább egy ideig csak párolva, főzve fogyasszuk őket. A haspuffadást okozhatja a kevés epesav is, ilyenkor általában a magas zsírtartalmú ételek fogyasztásakor jelentkezik csak a puffadás. A kevés epesav utalhat gyenge májfunkciókra, tehát le van gyengülve a májunk, illetve az epe összezsugorodott pangó állapotban van, ami potenciális forrása az epekövek kialakulásának. Ebben az esetben a májat kell megtámogatni, máriatövissel, kolinnal, articsókával, májfunkciójavító gyógynövényekkel, sok zöldszínű zöldséggel, klorella algával, flavonoidokkal. A felpuffadt arc, az arcpuffadás, amely leginkább ébredés után, tehát reggelente feltűnő, 10-ből 9 esetben a vízhiánnyal függ össze. Tehát azt jelzi, hogy kevés vizet iszunk, ezért is feltűnő reggel ugye az állapot, mert éjszaka 7-8 órán át nem fogyasztunk folyadékot. Az arcunk azért puffad fel ilyenkor, mert a szervezetünk takarékoskodni próbál a vízzel, kevés van belőle, és ilyenkor az elsődleges hely, ahol próbálja összegyűjteni a vizet, az az arc. Tehát ha nincs konkrét betegségünk, például allergia vagy pajzsmirigyalú működés, az arcpuffadás, a dehidratáltság, a vízhiány kezdeti fázisát jelzi, amit okozhat például az előző este fogyasztott alkohol is. Ehhez az állapothoz általában társul a nátrium arányának a megnövekedése a káliumhoz és a magnéziumhoz képest, azaz túl sok sót viszünk be, például sok sós ételt eszünk, és ehhez a nagyobb sófogyasztáshoz, tehát a nátrium kloridhoz kevés kálium és magnézium bevitel társul. A nátriumot a kálium és a magnézium tudja kiegyensúlyozni. Az arcpuffadás esetén a megoldás a több vízbevitele, illetve a több zöldség fogyasztása, főként zöldszínű zöldségekben van sok jól hasznosuló kálium, illetve magnézium, továbbá segítenek a magas kálium, illetve magnézium tartalmú elektrolit, italok, italporok is. Itt ajánlom a figyelmetbe az elektronikot, melynek napi adagjával 1000 mg káliumot vihetünk be, kálium citrátból, tovább a magnéziumot, nyomelemeket is tartalmaz nagy dózisban. A szemek alatti puffadás vese, illetve vele együtt máj problémára utal, melynek hátterében leginkább a túl sok fehérje bevitel áll, tehát a sok hús fogyasztása, melyhez társul a nagyon kevés zöldségbevitel. Ennek következtében ebben az állapotban is nátrium túlsúly alakul ki. A testünk egy nap alatt 100 és 160 g közötti fehérjét tud kiegyensúlyozott módon feldolgozni, tehát ha folyamatosan nagy mennyiségű fehérjét viszünk be, az fokozott terhet jelent a két fő kiválasztószervünkre, a vesékre és a májra. Okozhatja az állapotot a túl sok alkohol, a túl sok nátriumglutamát. A nátriumglutamát egy víz visszatartó vegyület, az összes kínai étel tele van vele, és a túl sok cukor fogyasztása is jelen lehet.
Itt a megoldás a húsbevitel, a fehérjebevitel lecsökkentése, illetve a több zöldség fogyasztása. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a puffadás okairól, kedveld a videót, oszd meg másokkal is. A feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti haranggombra is, mert csak így fogsz kapni értesítést a következő hasonló videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.